évtizedek óta nagyon szép hagyománya ezeknek az alkalmaknak, hogy Kaposvár művészeti csoportjai, oktatási intézményei közül valamelyik fölkészül és egy nagyon szép műsort ad itt a jelenlévőknek. Most következik a Loránffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ünnepi műsora. Fellépőink a műsorukkal szeretnék ide varázsolni az adventi időszak és az év legszebb ünnepének lelkületét. Intézményük gyermekeivel, a legkisebb óvodásoktól a gimnáziumi tanulókig. A felkészítést az intézmény pedagógus közössége segítette. Fogadjuk az összeállítást olyan szeretettel, amellyel készült, s ahogy azt a Loránffyk átnyújtják nekünk. Istenem, újra karácsony van, a szeretet ünnepe. De sajnos úgy érzem, hogy csak a neve ugyanaz már, mint régen. Ugyanis a mai emberek többségének erről a szóról az ajándékozás jut az eszébe. Valóban ajándék ez a mai nap, hiszen Isten fia a földre jött, hogy megtöltse a szíveket szeretettel, boldogsággal és békével, és hogy megváltson bennünket. Ne szomorkodj, kérlek, inkább mesélj nekem a gyerekkorodról, ezekről az időkről.
Kislányom, sok-sok évvel vagyok idősebb nálad. Rengeteget változott a világ az én gyermekkorom óta. Annak idején nem volt se tévé, se rádió. Esténként a nagyapám olvasott fel nekünk a Bibliából. Annyira szerettük ezeket az estéket. Egyik alkalommal így szólt. Ma november 30-a van András napja. Tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy jövő vasárnap adventbe érünk. Újra készülődhetünk a karácsonyra. Kitárja csendbe kapuját, beengedi rajta a hős. Kit vár a megváltott világ, adventbe, karácsony előtt. Adventbe, karácsony előtt. Boldog, aki várva remél. Vigyázva néz a napba föl, mert minden advent véget ér. Mert minden advent véget ér, jő az, akit ígér a csend. Megdobban minden szív, s dicsőn, bíztatón adventdal az eng. Bíztatón adventdal az eng, s nem érti meg, ki zajba jár. Csak itt magának tart a csend, aki karácsonyra vár. Az ünnep előtti héten már csak a fenyődíszek készítése és az ételek megsütése volt a feladat. Gyönyörű díszeket készítettünk szalmából is, és soha nem hiányozhatott az asztalról a mézes sütemény sem. Mire a karácsonyfa elkészült, olyan gyönyörű volt, hogy nem tudtunk betelni vele. Vida Jenő, itt van a szép karácsony. Itt van a szép víg karácsony, élünk dión, friss kalácson. Mennyi finom csemege, kicsi szíved remege. Karácsonyfa minden ága, csillog, villog, csupa drága. Szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körbeülnek. Aranymese áhítat, minden szívet átitat. Szent este pedig várunk a kisdedre, lelkünket felkészítve az ünnepre. Szeretete van mindenki szívében, hisz az angyalok is örvendeznek az égben. Húsapkát hintenek minden egyes fára, melegséget sugároznak az ember fiára, hogy karácsonykor senki se legyen árva. A sok izgalom után nehezen aludtunk el, de nagy örömmel a szívünkben készülöttünk az Isten tiszteletre, hogy hálát adjunk minden jóért, amit kaptunk. A prédikáció szövege pedig már ismerősen csengett a fülünkben. 2000 évvel ezelőtt, Augustus császár uralkodása idején... Ezt a történetet én is jól ismerem. Kérlek engedd, hogy most én meséljek neked. Egy napon a császár megparancsolta, hogy tartsanak népszámlálást a birodalomba. Mindenki menjen el oda, ahol született. József is elindult Máriával Betlehembe. Vászorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt. Tűz mellett vigyáztak a nyájra, s a legöregebb pásztor Isten dolgairól mesélt nekik. Egyszer hatalmas ragyogás vette körül őket. Az angyalok kara így szólt hozzájuk. Thank you.
pásztorok ezután ajándékaikkal Betlehembe indultak. Látod, kislányom, Jézus születésének története mit sem változott gyermekkorom óta. Csak az ünnepek igazi fénye, meghitt, bensőséges hangulata kopott meg. Pedig nekem úgy hiányoznak ezek a régi érzések, pillanatok. Szerintem csak rajtunk múlik, milyenné varázsoljuk az ünnepet. Ha a szeretet, a béke, a híd gyertyácskája ki is alszik olykor az emberek szívébe, mindig ott pislákol a negyedik, mely nem más, mint a remény, és ez képes újra meggyújtani, feléleszteni a többit. A kis Jézushoz mondd el az imádat, barát és testvér legyenek társak. Kedves embertársam, én csak azt szeretném, hogy legyen a lelkedben mindig melegség. Minden kívánságod úgy teljesedjék, ahogy ez számodra rendelte az ég. Uram, mutasd meg nekünk, miként tudjuk-e kapukat szélesre tárni ezen a világon. Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd meg, hogyan élhetünk olyanként, akik hozzád tartoznak.
Nagyon szépen köszönjük a Loránd Fisok műsorát. Azt gondolom, ha már a hagyományokról beszéltem az előbb, akkor elmondhatjuk, hogy egy újabb gyöngyszemmel szaporodott a karácsonyi állítatok műsora.